Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt a Nábocsi Reménység Gyermekotthon immár 5. egyházzenei hangverseny sorozatán. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat zenei estünkön és az elhangzó művek által, maradandó lelki, szellemi élményben legyen részük. Elsőként az énekkar előadásában Joachim Neander, protestáns, barokk szerző, Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát című kórusművét hallhatták. Saint-Saëns 19. 20. századi francia, késő romantikus orgonaművész és zeneszerző, mennyegzőre írt, örvendező éneke kiválóan érzékelteti két személy találkozásának feszültségét és annak oldódását, majd beteljesedését. A Biblia Isten és ember egymásra találását is a hűséges szerelemhez hasonlítja. A zeneművet a zenekar adja elő. Címe: Szól örömének. Egy ismert 13. századi messiás váró, ókatolikus ének négy szólamú feldolgozása következik. Thank you.
Andreas Gripius Isai törzséből. Isai törzséből, mely rég nem hajtalombott, sőt ágak nélkül állt, egy vesszőszál erett, s gyümölcsként a világüdvét termette meg, ki mindazt élteti, ami halálba romlott. Öröktől Isten ő, s megnyugszik rajta a lélek. Háromszor bölcs lélek, hisz érti azt, amit más senki föl nem ér. Sziklát, hegyet rak itt, tengerhatárt kiszab, s a gyönge véle éred. Nem látszat, s a tömegízlés szerint ítél a Dávid fia. Ő lesz szegény joga, fáradtak vigasza, szavára lesz sima a görbe, fényes a sötét, és gyors a béna. Jogara véd, vagy üt, mint rózsaág olyan, kedvesen illatoz, és szúr fájdalmasan. A zenekar a 19. századból származó protestáns népének négy szólamú feldolgozását adja elő. Címe Áldott légy Istenem. Ezután Ó figyelj ránk címmel ismeretlen romantikus művész Eddurban írt ünnepélyes, Istenhez intézett könyörgését hallhatjuk szintén a zenekar előadásában. Thank you.
18. századi olasz orgonista és zeneszerző, Pellegrini értékes csembaló művek alkotója. Ez alkalommal az Ó jöjj le Messiásunk című kórusműve csendül fel. Sebastian Bachot a zeneszerzők atyának is nevezik. A barokk szerző így vallott művészetéről. Mindig is a végső célra, nevezetesen az Isten dicsőségét szolgáló, szabályozott egyházzenére törekedtem, az ő akarata szerint. Tündöklő hajnali csillag című korál feldolgozása következik. Thank you.
Babits Mihály, Csillag után. Ülök életom szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás, félés, köthálója kavarog. Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát innék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, még utamat szelné a vám. Aranyad, tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjének meg, ami csak van, az mind kell, az itteni, hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupa seb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat. A nehéz sorsú, romantikus zeneszerző Felix Mendelssohn hazájában a felvilágosodás előharcosa. Hitt a tiszta, világos gondolkodásban, a lelkiismereti és vallásszabadságban. A zenekar tőle idézi fel nagyszabású dicsőítő darabját, Im, mind az egész föld címmel. Ezután Árokháti Béla, Uram, te hozzád című fohászát hallhatják egy kisebb zenekar előadásában.
állítólag ünnep közeledik. Valamit ünnepelünk, de mit is? Ez valószínűleg tűnik, hogy ajándékokat kell venni, lehetőleg akciósan, sok sorbanállással, stresszel, kell szerezni egy fát, fel kell díszíteni megfelelőképpen, pulykát kell sütni, beiglit jönnek a vidéki rokonokra, kell készülni a fogadásukra, nem tudom, fontos ez az egész igazán. De azt tudom, hogy ez az egész, ez valamikor valamiről szól. Valamiről, ami igazán fontos volt. Úgy 2000 évvel ezelőtt látszólag jelentéktelen esemény történt, a születés, aminek a történetét most nem idézném fel, hiszen úgyis mindenki ismeri. Csak néhány gondolatot szeretnék megfogalmazni, ami ezzel kapcsolatos. És ez segítségül szeretném hívni a Bibliát, és a Bibliából is azt az egy mondatot, ami a leghíresebb az egészben. Egy beszélgetésnek egy részletét Jézus és a korabeli zsidó nép egyik vezető, tisztségviselője, tanítója között, amelyben elhangzott ez a mondat Jézus szájából, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben a mondatban három fontos információ van. Az egyik az, hogy Isten szerette a világot, a másik, hogy odaadta érte az egyszülött fiút, és a harmadik, hogy mindaz, ami ezáltal elnyerhető, az hitben mindannyiunknak a rendelkezésére áll. Kezdeném tehát azzal, hogy Isten szerette ezt a világot. Miért van ennek a mondatnak hírértéke? Miért nem magától értetődő ez? Azért, mert a közismert bibliai történet szerint, egy másik közismert bibliai történet szerint, a teremtésnek a hajnalán az ember fellázadt a saját alkotója ellen. Ennek a történetnek a részleteit sem idézném most fel. Csak egy kicsit azon érdemes elgondolkodnunk, hogy azóta hogyan viszonyul az ember az Istenhez, és Isten az emberhez. Különös módon az ember, aki nyilvánvalóan a lázadó fél volt, a szövetséget megszegő, az Isten, mint a saját alkotója, teremtője, akaratát elutasító és a saját útjain járni kívánó lény, a mai napig is egyfajta bizalmatlansággal fordul az Istenhez, ha hozzáfordul egyáltalán. Ez a bizalmatlanság jellemzi sokszor még a keresztényeknek a viszonyulását a mindenható Istenhez. Furcsa istenképek terjednek ebben a világban. Haragvó, kiengesztelést váró Istenről, közömbös Istenről, aki elrejtőzött és nem törődik igazából az emberek dolgaival, sokféle van. Ezek a képek, hogyha a Bibliának az Isten képével vetjük össze, áll az Istennek hamisnak bizonyulnak. Az engesztelő áldozatról kialakított kép, amelyet sokszor tényleg a nagy keresztény egyházak is, és az egyházi hagyomány és a filozófiai gondolkodás súlykol az emberben, hogy az Isten olyan lenne, mint egy földi apa, aki presztízsében érzi magát megbántva azért, mert az ő gyermekei vétkeztek, várja a bocsánatkérést, a kiengesztelést, és van Krisztus, a megváltó, aki önmagát adja áldozatul azért, hogy meglágyítsa ennek a haragú apának a szívét. Ebből az igéből, amit felolvastam, az derül ki, hogy mindez fordítva van. Maga az Isten, maga az Atya szerette úgy ezt a világot, hogy áldozatot hozott érte. Ő maga hozta ezt az áldozatot. Azért, hogy ő békéltesse meg a lázadó embert önmagában. Ennyiben haladja meg az Isten az embert. Mi, akiknek, ha ellenünk vétkeznek, akkor várjuk a megengesztelést. Ő, aki ellen vétkeztek, engesztel bennünket. A saját fiának az áldozata által. És talán még azon is érdemes elgondolkodni, hogy Isten a világot szerette Jézusnak a szavai szerint. Ezt egy kicsit talán nehéz megérteni. Mit jelent a világot szeretni? Úgy általában. Isten valószínűleg nem úgy általában szerette a világot, mint olyat. Még csak nem is az emberiséget. Vannak úgynevezett humánus emberek, akik hangoztatják azt, hogy ők szeretik az embert, így nagybetűvel. Vagy az emberiséget, így általában. Én nekem valahogy ezek a megnyilvánulások egy kicsit mindig gyanúsak.
Az ember szeretettel valami nincs rendben. Azért, mert olcsón lehet és könnyen lehet az embert szeretni. Sokkal nehezebben lehet a szomszédot, az anyóst, a feleséget, a férjet, a nehéz kamasz gyermeket, a kollégát, azokat, akik személyek, akik nem esznék, nem elvek, nem általános fogalmak, hanem konkrét emberek és konkrét közelségben vannak hozzá. Amikor Isten a világot szereti, akkor nem egy ilyen elmaszatolt, elnagyolt elv mellett áll ki, hanem személyesen mellettünk. Érdemes lefordítani saját személyünkre nézve Jézusnak ezt a mondatát, hogy Isten engem szeretett, amikor a világot szerette. És ez nem holmi érzelem, nem holmi olcsó dolog, hanem olyasmi, amit azzal bizonyított meg, aminél többet, jobbat, nagyobbat nem adhatott volna, az ő egyszülött fiát adta. Ez is olyasmi, amiről ritkán gondolkozunk és ritkán értjük meg, hogy mit is jelent valójában. Most szeretném segítségül hívni a Szentírás egy másik szakaszát, Pál apostolnak a szavait, a Filippi beliekhez írt levélből, ahol néhány gondolatban tömören összefoglalja azt, hogy mi minden van ebben, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta. Mindezt a fiú oldaláról világítja meg, aki nem kényszerűségből és nem puszta szolgai engedelmességből, hanem önként, saját szeretetétől vezérelve vállalta mindazt, amit vállalt. Így szólt tehát az írás. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát lévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Az Isten fiának a megaláztatásáról, önkéntes megaláztatásáról szól Pál apostolnak. Ez a néhány gondolata, amiben legalább négy lépcsőfok található, ahogy Krisztus egyre mélyebbre és mélyebbre szállt a maga megalázottságában mi értünk. Az első lépcsőfok így hangzik, hogy ő önmagát megüresítette. Ő, aki az Isten fia volt, isteni személy ilyen formában az Istennel egyenlő, mondja Pál apostol, megüresítette magát ettől az istenségtől, az isteni hatalomtól. Amikor eljött erre a földre, amikor megszületett gyermekként, akkor úgy született meg, mintha a saját teremtménye lenne. A teremtő, az Isten saját teremtményeinek az egyikévé lett. Egy másik bibliai hasonlat szerint, amely Jeremiás próféta könyvében található, mindez annyit tesz, mintha a fazekas az agyaggal vállalna sors közössége. Így mondja Jeremiás, hogy olyanok vagyunk az agyag a fazekas kezében, amelyel a fazekas kívánsága szerint azt csinál, úgy formálja, hogy jónak látja. És az agyag nem tiltakozhat ez ellen, mert nincs abban a helyzetben. A fazekas sors közösséget vállalt az agyaggal. Ha Jézus úgy jött erre a világra, mint az az egyetlen lény a Földön, aki teremtményként is nemes és tökéletes volt, nem egyetlen, hanem kettő volt, ugye ilyen a Biblia szerint. Hogy a férfi oldaláról nézve, mivel Jézusról volt szó, hogyha Ádámra gondolunk, ha úgy jött volna el, mint az Isten tökéletes teremtménye, akkor is hallatlan és mélységes lett volna a Teremtő Isten megalázkodása, aki vállalta volna ezt az alászállást teremtményeiért. De Jézus tovább ment ennél. Így mondja Pál apostol, hogy ő szolgai formát vett fel emberekhez hasonlóvá lévén. Nem Ádámhoz lett ő hasonlóvá a valamikori tökéletes teremtményhez, hanem a leszármazottaihoz, az utódaihoz, hozzánk lett hasonlóvá. Sokan gondolkodtak már azon a történelem folyamán, és sok könyvet beleírtak annak a titoknak a kutatásával, hogy miért kellett Jézusnak emberré lennie, miért kellett megszületnie. Ahhoz, hogy a Földre jöjjön, Földön járjon, itt tanítson, ahhoz nem volt arra szükség, hogy ő megszülessék egy csecsemőként valahol, egy istállóban, egy jászolban, és aztán felnevelkedjék, mint kisgyermek, aztán kamasz, és aztán egyszer csak fellépjen felnőtt korában, és elkezdje maga tanítói szolgálatát. Nem nagyon közismert dolog, de bibliai tény, hogy Jézus járt ezen a Földön a földi születése előtt többször.
az Ószövetség bizonyos hithőseivel találkozott, kikövetkeztethető a Szentírás bizonyos helyeiről, tudott volna ő rangrejtve járni ezen a földön. Miért volt szükséges arra, hogy megszülessen? Klasszikus magyarázat szerint azért, mert azért kellett neki úgy születni, ahogy született az ismert karácsonyi történet szerint, Szentlélektől fogantatva egy szűz méhében, hogy attól a bizonyos eredendő bűntől, az emberek gyarlóságaitól, önzésétől, bűnös hajlamaitól mentes lehessen. Olyan nagyon nem megnyugtató ez a magyarázat, mert volt neki egy édesanyja, aki ember volt. És vajon mi kellett, hogy történjen ahhoz, hogy ne örökölje ember édesanyától mindazt, ami az emberi faj sajátja? Kézenfekvőbb az a magyarázat, és ezt támasztja alá a Szentírás is, hogy éppen azért kellett így eljönni erre a világra, hogy örökölje mindazt, ami az emberi faj sajátja, amit örökölnie kellett. Ugyanazokkal a hajlamokkal, ugyanazokkal a gyengeségekkel megvert volt emberként Jézus Krisztus, mint amilyennek mi vagyunk. Úgy élt ezen a földön, hogy folyamatosan karnyújtásnyira volt tőle a bűn, amely körülövezte nem csak a környező világban, hanem benne, a lelkében is ott volt karnyújtásnyira a kísértés, és ott volt benne a hajlam, amely bennünk is ott van, amely késztett bennünket az önzés cselekedeteinek a megvalósítására. Ami nekünk természetes állapot, az Jézusnak kínszenvedés volt. Egy alkalommal elszólta magát, amikor tanítványai hitetlenségével szembesült, felsóhajtott és azt mondta, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedtek titeket. És nem azért mondta ezt, mert nem szerette volna a tanítványait és az embereket, hiszen azért volt itt, mert szeretett bennünket. De mégis elárulja ez a mondat, minden itt töltött perce kínszenvedés volt, mert nem volt természetes számára a bűn közelsége. És ha tovább megyünk ezen a lépcsőn lefelé, Krisztus megaláztatásának a lépcsőjén, akkor ezt találjuk, mikor ő olyan állapotban találkozott, mint ember, megalázta magát és engedelmes volt. Nem csak azáltal alázta meg magát, hogy emberré lett, és nem azáltal, hogy hozzánk hasonló emberré lett, hanem hozzánk hasonló emberként is még megalázta magát és engedelmes volt. Krisztus olyan volt, mint mi, de egyetlen dologban vitathatatlanul több volt, mint nálunk. Az erkölcsi tisztaságban, a bűntelenségben, a szentségben. Krisztus azonban ezt is feláldozta az emberért. Abban a híres küzdelemben, a Getsemáné kertjében, amikor vért verítékezve küzdött annak a tehernek a súlya alatt, amit saját maga vállalt magára. Amit profécia így mondott el róla, 100 évvel korábban, hogy az Úr mindannyiunk vétkét ő rávetette, és ő felvállalta ezt. Az az iszonyatos küzdelem, az a lelki teher, amit magára kellett vennie, ami végül is megölte őt, nem a keresztbe, hanem az a lelki teher, amiben része volt, ez mindannyiunk vétke volt, amelyet ő tiszta és szent vétére is felvállalt, hogy hordozott és elszenvedje az ezekért a vétkekért járó kárhoztatást. Ahol is sokan gondolkodtak már, hogy vajon Jézus miért nem védekezett a perel és a kihallgatásai során. Lázítónak, rendbontónak, istenkáromlónak nevezték őt, és nem védekezett. Szóval sem mondta, hogy ő nem az. Nem védekezett, mert nem védekezhetett. Nem azért, mert lázító és istenkáromló volt, hanem mert a lázítók és istenkáromló büntetését is viselte helyettük, mint tiszta és szent lény. És végül van egy negyedik lépcsőfok, amelyet így olvastunk. Igen, engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ritkán gondoljuk meg, hogy mi történt a Golgotán valójában. És talán az a kérdés is fölmerül, hogy kell nekünk a Golgotáról beszélni karácsony közelettében. Azt hiszem, hogy Babics Mihálynak az elhangzott verse elárulja, és nagyon szerencsés, hogy éppen most elhangzott. Mert Babics úgy tűnik ráérzett valamire. Arra, hogy a karácsonyi történetről, a születés történetéről, a golgotai történet nélkül nem nagyon érdemes beszélni. Nem választható el a karácsony a húsvéttől, hogyha már mindenáron a keresztény ünnepkörnek a fogalmaival akarunk gondolkodni. Tehát mi történt ott? Ott teljesedett be mindaz, ami a betlehemi születéssel elkezdődött. Valaki, aki isteni személy volt, az Isten fia volt, aki nem teremtményként
gondolhatott az életére, aki nem kapta az életét valakitől, mint ahogy mi kaptuk, hanem aki maga volt az élet. Aki nem haszonélvezője volt az életnek, mint mi, hanem forrása volt az életnek. Ő megszűnt élni. Nem visszaadta a kapott életet, mint amikor mi meghalunk, hanem letette az önmagában való halhatatlan Isten életét. Nem tudom, ki gondolt már ebben az összefüggésben erre a golgotai pillanatra, amikor Jézus a sírban volt, addig az alatt a 72 óra hossza. Nem is, annyi csak tulajdonképpen csak 30-40 óra hossza. Akkor a Szent Háromság megszűnt létezni erre az időre. Maga az Isten halt meg a kereszten. És nem is akárhogyan. Azt mondja róla az írás, hogy ő a mi bűneinket, a Getsemánéban magára vállalt bűneinket vitte fel a fára a saját testében, azért, hogy mi megszabadulhassunk ezektől a terhektől. És nem csak egyszerűen úgy halt meg, mint a mártírok, később az ő saját tanúbizonyságtevői, hanem azt a halált kellett elszenvednie, azt a tapasztalatot, amelytől meg akart bennünket menteni, amelyben, ami helyettesünk volt. Azt a tapasztalatot, amelyet rajta kívül még senki nem élt át ezen a világon, amely a kárhozottak tapasztalata lesz a végső ítéletkor. Egy gondolatot szeretnék idézni valakitől, aki nagyon pontosan értette és érezte azt, hogy mi történt Jézus Krisztussal. Így beszél róla, ő egyre lejjebb és lejjebb szállt megalázkodásában, míg végül nem volt nagyobb mélység, amit elérhetett volna. A Teremtő meghalt a teremtményért, a fazekas nem csak sorsközösséget vállalt, hanem életét adta az agyagért. És a harmadik fontos információ, amit az eredeti gondolat tartalmaz, tehát ez a gondolat, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Erről már nem szeretnék sokat szólni. Mindössze annyit, hogy mindaz, ami a mennyben elterveztetett, és ami Krisztusnak a földi élete során kézzelfogható közelségben az emberekhez megvalósult, az nincs messze tőlünk, rendelkezésünkre áll bárkinek, aki hallja és aki akarja, aki hisz ő benne, az elérheti és megtalálhatja őt. És tulajdonképpen nem kell hozzá semmi más, mint az, hogy legyen bennünk hajlandóság és akarat, és legyen bennünk szelítség és alázat ahhoz, hogy hajlandóak legyünk, és tudjuk meghajtani a fejünket a szeretet Isten előtt. Úgy gondolom, nem csak ilyenkor egy ünnep közelettével érdemes ezekről a gondolatokról elmélkedni, de ilyenkor legalább van egy ürügy, aminek a kapcsán mindezt elmondhattam, és talán haza tudjuk vinni ezeket a gondolatokat. Szeretet ünnepe, Krisztus születésének az ünnepe, mindezt, ha tovább gondoljuk, nagyon-nagyon messzire vezet. Kérdéseket vet fel bennünk a saját életünket illetően. De aki elég merész ahhoz, hogy kérdéseket tegyen fel, az a válaszokat is meg fogja találni. Köszönöm szépen. Végezetül egy ősi ír ének négy szólamú feldolgozása hangzik el, a dallamra írt megrendítő szöveggel együtt, amely a Mesiás türelmét, áldozatkészségét, együttérzését csodálja.